Az alsós és felsős diákok hónapok óta készültek erre a kiállításra. A 750-es győri jubileum volt a tárlat egyik témája. Ismert győri épületeket, a városhoz köthető szimbólumokat jelenítettek meg a diákok rajzaikon, festményeiken. A megújult iskola is megmozgatta a tanulók fantáziáját. A kiállítás a sok éves hagyományon működő VUK művészeti csoportnak a kiállítása. Egy jó apropó volt erre, hogy Győr város polgármester hivatala minden évben kiírja az öntevékeny művészeti csoportok támogatását, amelyet sikeresen elnyertünk ebben a tanévben. Én ezt úgy céloztam meg, hogy két fontos feladatot próbáljunk meg ezzel elérni. A legfontosabb az az, hogy a gyerekeknek élményt adjunk a művészeti neveléssel, azon túl, hogy az iskolában, a városban köztudottan elsősorban sportiskolai képzés zajlik és emelt angol nyelv. Nagyon fontos emellett a művészeti nevelés is. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy kinyissuk egy kicsit az iskolát a szűkebb környezetünknek, lakókörnyezetünknek. Adi városnak és egy kicsit így Győrnek is. Jelenítsük meg azt, hogy a győri Fekete István iskola egy érték a város életében, különösen az oktatás nevelés terén. A VUK művészeti csoportban nem csak képzőművészettel foglalkoznak, így a diákok zenés-táncos műsorral is készültek. A diákok sokoldalú fejlődésében úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős szelet. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen Németh Péter igazgató úrnak a meghívót, hiszen én vagyok az önkormányzati képviselő itt a Adi városban, egyik képviselő. Ugyanakkor nagy öröm számomra, másrészt mind a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, hogy egy energetikai szempontból teljesen felújított iskolába léphettem be. Ugye mindannyian tudjuk, a Rákos országgyűlési képviselő úr ható segítségével sikerült egy hatalmas fejlesztést, energetikai fejlesztést itt megvalósítani. A szülők és érdeklődők kedden délután nem lehettek jelen a megnyitó ünnepségen a járványügyi intézkedések miatt, azonban az iskola a járvány enyhülésével később nyitottá teszi a tárlatot.